Advent első vasárnapján Schnell György Budapest esztergomi segédpüspök a Szent Jobb őre gyújtotta meg az adventi koszorú első gyertyáját a Szent István Bazilika előtt, és Szent György Völgyi Péter, Belváros Lipótváros polgármestere köszöntötte az év legszebb időszakát. Születésem óta a belvárosban élek, itt nőttem fel, és az adventi időszak mindig fontos és emlékezetes volt számomra. Jó itt élni, és örülök annak, hogy mi belvárosiak együtt ünnepelhetünk, hiszen Belváros nem csak Budapest központja, hanem a belvárosiak közössége is. Az advent, az elcsendesedés, az önvizsgálat időszaka. Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy mozgalmas hónapokon állnak mögöttünk, és itt az ideje, hogy számot vethessünk önmagunkkal. Felkapcsolták a díszkivilágítást is. Ezek után monumentális fényfestés borította be a bazilika homlokzatát, mely december végéig minden este látható lesz az adventi ünnep a bazilikánál rendezvénysorozaton. Schnell György arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy idejükkel, türelmükkel ajándékozzák meg szeretteiket, és tanuljanak meg egymásért élni. Szép jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai nappal megkezdődik a karácsonyi előkészületi idő, az advent. A keresztény világ arra az időszakra emlékezik, ami Ádámtól Krisztusig tartott, a megváltó várásának idejére. Akkor is zajlott az élet, volt benne sok öröm, vidámság, de háború, nyomor és szenvedés is. Az emberiség legjobbjai mindig vágytak a tisztulásra, a szépre, a nemesre, a szentre. Akkor sem volt arra idő, hogy visszavonulva hosszasan elmélkedjenek csupán, épp úgy, mint napjainkban. És a megváltó mégis a csendben érkezett el Betlehembe. Csak azok ismerték fel, akik tudtak egy kis csendet teremteni maguk körül. Amikor itt és világszerte mai színes forgatagban készülünk karácsonyra, azért kell egy kis csendet is teremteni magunk körül. Természetesen szabad szórakozni, szabad vásárolni, kell szeretteinket megajándékozni. De ennél is fontosabb, hogy ajándékozunk nekik időnkből. Tudjunk velük a szó legnemesebb értelmében találkozni, beszélgetni, időnkből is adni. Legyünk megértőbbek, türelmesebbek egymáshoz, és ne csak az ünnepre korlátozódjon, hanem tanuljunk meg egymásért élni. Isten emberré lett, Krisztusban sors közösséget vállalt velünk, és mert jobban szeretett a saját életénél, azt is odaadta értünk. Tanuljunk tőle igaz szeretetet, ennek jött el most az ideje. Könyörögjünk. Áld meg Istenünk ezt az adventi koszorút, gyertyái, melyekből hétről hétre meggyújtunk egyet, jelezzék az igazi világosság Krisztus születésnapjának közelettét. Fénye világítson nekünk, hogy meglássuk és felismerjük az egyetlen igaz kincs, a szeretet mindenek felett való értékét, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A Szent István Bazilika, mint hazánk egyik legjelentősebb egyházi épülete, a gyertyalángjával kiegészülve arra emlékezteti majd az arra járókat, hogy a következő egy hónapban, békés hangulatban, egymásra odafigyelve készülődjenek a karácsonyra.